Úgy tudom, hogy az ön emlékkönyvébe írta. Az ember az atyai és nagyatyai örökségben válogathat is, meg elviselni is köteles. Jegyezze meg, hogy bő a választéka. Mint magában való kislánynak, a leendő önálló személyiségnek azt ajánlom, hogy családi, emberi bázison lehet csak olyan egyéniség valaki, ami ennek érdemes lenni. Valóban így van ez? Valóban így van. Igen, ez egy számomra is emlékezetes idézet, hát ez a kis piros emlékkönyvem, ami végül is vendégkönyvé vált. Rengeteg nagyapám műtermében megfordult, mondjam azt, prominens személyiség írt akkor számomra különböző megszívlelendőket, és hát ez egyik közülük. És hát a családi örökséget, ez most már elhangzott ma este itt, hogy tulajdonképpen tényleg én nagyapám és édesanyámnak a nyomdokain ballagok, és valami tényleg végtelen erős kötődés köt nem csak a személyükhöz hozzájuk, hanem valóban, ahogy mondtam, Szolnokhoz is. Hát más nem mondjak most, mielőtt eljöttem ide a koncertre, megálltam a művésztelep előtt, és bementem, és végigmentem a kerten, a behavazott kerten, úgy, ahogy tudom én utoljára 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, és úgy próbáltam egyrészt begyűjteni az emlékeket, másrészt szabadulni tőlük, hogy ne úgy gyöngítsenek most a munka előtt. Milyen emlék jutott például eszébe? Hát nagyapámnak és nagymámnak az emléke az kitörölhetetlen, ők rendkívül nagy egyéniségek voltak. Mondjuk nagymamám szürke eminenciásként nagyapám mellett, mert hát végül is két nagy egyéniség nem, valóban nem fér meg egy csárdában, de hát nagyapámat nem csak tényleg mint festőt tartom nagyon nagyra, és remélem nem csak én, hanem mondjuk az egész világ, vagy legalábbis szűkebb hazánk, hanem mint ember is rendkívüli volt. Rengeteget tanultunk tőle a bátyámmal, annélkül, hogy ez tanító célzattal hangzott volna el, egyáltalán az emberi magatartása, az élethez való viszonya, az emberekhez való viszonya valóban tanítani való volt. Ön hogyan választotta mégis a zenét? Hát Varga Betűvel, én bölcsészkart végeztem, de hát közben állandóan olyan közegben éltem édesanyám mellett, aki koncertmester az operában, hogy nem is tudtam elvonatkoztatni a zenétől. És nem is akartam tulajdonképpen, és akkor kiderült, hogy hangom van, akkor elkezdtem tanulni a Sipos Jenő tanár úrnál, akihez aztán nagy-nagy kihagyással most visszakerültem. Hol hallhatja önt a közönség? Hát most kisebb feladatai mellett a számomra is izgalmas és nagy megmérettetés, az május 15-én lesz a Zeneakadémián a koncertem.